Az utolsó dolog, amivel az előző misna foglalkozott, hogy mi az még, amivel nem lehet kimenni az utcára, ami ruha, de mégse ruha. Azt mondta, lobe sírjon, lobe kázda, lobe gafáim. Sem a páncéllal, sem a sisakkal, sem pedig a vascsizmával. Ezek mind-mind olyan ruhák, olyan kellékek, amik nem igazán ruhák, és ezért tehernek számítanak, és a viselésük olyan, mintha valamilyen terhet vinnénk szombaton, és ezért tilosak. A Talmud gyorsan tisztázza, hogy mi ez a három ruhadarab. Azt mondja, a Talmud sírjon, zrada. Mi ez a sírjon? Az a páncél. Kázda, amarav szánvárta. A kázda, a sisak, azt úgy fordította rá, hogy nem a sisak, hanem a sisak alá kerülő vasháló, amit a fejükre raktak, és ez védte őket attól, hogyha mondjuk átszúrják a fejüket egy lándzsával, gondolom. Maga fáim, amarav puzmekei. Mi az a vas csizma? Ez olyan vas csizma volt, ami olyan lábvédő, vasból készült lábvédő, amivel a háborúban, a harcban védték magukat. Oké, ezzel be is fejeztük az előző misnát, és egy új misna következik, aminek az elején, vagy ami még folytatja tulajdonképpen olyan különböző női ruhadarabokat és ékszereket, amelyekkel nem szabad kimenni az utcára, a közterületre, továbbra is azzal a logikával, hogy attól félünk, hogy esetleg a hölgyek eldicsekedvén gyönyörű ékszereikkel levet fogják magukról venni a közterületen az ékszert, és ezzel vinni fognak magukkal valamit szombaton, és vissza fogunk még egy kicsit térni a pecsétgyűrű problematikához, és ahhoz, hogy a nők és a férfiak között van-e különbség abban, hogy mi számít ékszernek, és mi nem. És majd a lap következő oldalán, a második oldalon fogunk rátérni a címadó témánkhoz, a kölni, a promiszkuitás, a nemi szabatosság és Jeruzsálem pusztulásának témájához. Úgyhogy kitartás mindenkinek, amíg elérünk a második oldalra, ami egzotikusabb lesz, mint az első oldal. Hát akkor lássunk neki. Misna. Lojtejce israbe máhatne kuva, egy nő ne menjen ki egy lyukas tűvel. Ugye, a lyukas tű az nem dísztű. És ezért az nem számít semmilyen fajta ruhának, vagy ékszernek, ezért nem lehet vele kimenni, mert az tényleg teherviselésnek számít. Lőjvett a bása és a le a hajszom, ugyanígy nem szabad kimenni egy pecsétgyűrűvel. Lőjve koliár, sem egy brossal, ezt majd tisztázzuk, hogy mi ez a bross. Lőjve koi velesz, sem pedig kölni tartóval. Lőjve clachis sel paljaton, sem pedig illatos olajtartóval. Ezeket mind a gemarát tisztázni fogja, hogy miért. Vim jatszok helyvesz hátosz, hogyha mégiscsak kiment, akkor ezzel a tórai tilalmat szegte meg, és áldozatot kell hoznia. Nivré Rabbi Meir, ezek Rabbi Meir szavai. A bölcsek vitatkoznak Rabbi Meirrel két területen, az utolsó kettőn, a veleszubiclach és elpáliatin, ha hamin poitrim, a bölcsek azt mondják, hogy a kölni tartó és az illatos balzsam tartó az nem számít tórai tilalomszegésnek, ahogy ezt majd később tisztázni fogjuk, hogy miért nem. Először is nézzük meg magának a misnának a megfogalmazását. Ugye a misna úgy kezdődik, löj tejcebe isabe máhatne kuva, hogy egy nő nem mehet ki a következő tárgyakkal. Ezek szerint, amarul avichilu fejembe is, akkor egy férfi pont fordítva van. Ha a nőnél van kihangsúlyozva, hogy egy nő nem mehet ki egy pecsétgyűrűvel, akkor ez a férfinél pont fordítva van. Ugye azt jelenti, hogy a nőnél azt tanultuk az előző misnát is még ide kapcsolva, ha visszaemlékeztek, hogy azt mondtuk, hogy egy nőnél, ha pecsétgyűrű, a gyűrűn van pecsét, akkor az annyira nem ékszer, és annyira nem szombati dolog, nem szombati ruha, hogy ha ezzel kimegy egy nő, akkor a tórai tilalmat szegi meg. Ha nincs rajta pecsét, akkor az mégis egy ékszernek számít, és azért a tórai tilalmat nem szegi meg, és bár tilos vele kimenni az utcára, mert attól félünk, hogy meg fogja mutatni a barátnőinek, és le fogja venni magáról, de mégsem szegi meg a tórai tilalmat, tehát nőknél a pecsétgyűrű nagyon tilos, a nem pecsétgyűrű az kicsit tilos. Akkor ezek szerint a férfiaknál fordítva lenne.
hogy a pecsétgyűrű kicsit tilos, a nem pecsétgyűrű, mivel a férfiak nem szoktak csak úgy gyűrűt hordani, a nem pecsétgyűrű az viszont nagyon tilos. Álmak a szavar ula, kol midi de hávebe is, loj házeli, kol midi de házebe is, loj házeli is, midi de házeli is, loj házeli is. Ezek szerint ula azon a véleményen van, hogy egy ruhadarab, ami egy női ruhadarab, az férfiakra nem alkalmazható, férfiaknál ez nem számít semminek. Egy férfi ruhadarab a nőknél nem számít semminek. Szóval ezek, hogyha azt mondod, hogy Ula szerint a pecsétgyűrű a férfinél kicsit tilos, a nőnél nagyon tilos, a nem pecsétgyűrű a nőnél kicsit tilos, és a férfinél nagyon tilos, akkor vegyük például a nem pecsétgyűrűt. A nem pecsétgyűrű az egy női ékszer, és ezért csak kicsit tilos a nők esetében. Viszont az, hogy ez egy női ékszer, ez nem teszi ékszerré, egy férfi ékszerré egy férfi számára, mert a férfi és a női kellékek, ruhák, stb. Teljesen elkülönülnek egymástól. És attól még, hogy valami ruhának számít egy nő esetében, nem fog ruhának számítani egy férfi esetében, és fordítva. Most itt tulajdonképpen az a filozófiai kérdés, hogy ha valami elnyer egy bizonyos eszköz, elnyer egy bizonyos státuszt, akkor azt a státuszt saját jogon már megszerezte, és onnantól fogva az a státusz az megvan, vagy ez mindig a eszköz használójához van viszonyítva, eszköz vagy ruhadarab viselőjéhez van viszonyítva. Most ebből úgy tűnik, amit Ula mond, hogy nem szerzi meg önmagában a eszköz státuszt, a ruha státuszt. Attól még egy nőnél az ruhadarabnak számít, egy férfinél nem számít ruhadarabnak. Viszont azt látjuk, hogy van egy brájta, amiben arról van szó, hogy a pásztoroknak van valamilyen különleges ruhadarabja, amit pásztorok szoktak általában viselni, de mivel pásztorok szokták viselni, ezért nem pásztorok is viselhetik szombaton, és nem számít terviselésnek, hanem elfogadjuk, hogy ez az ő számukra is már ruhadarabnak tekinthető. Masszív lefje iszajéva röjjén jöjjcébe beszákin, vilajaröjjén bilvádamru elökhaladom. Azt tanította a brájta, hogy a pásztorok kimehetnek zsákruhában. Ugye a pásztorok azért viseltek zsákból készült ruhát, ez védte őket, nem volt még annak idején esőkabát, az védte őket az esőtől, az időjárás viszontagságaitól, és így tovább. És mivel a pásztorok hordhatnak zsákruhát szombaton, ezért bárki hordhat zsákruhát szombaton. De először Darkonsen, Rani Lecizbe Szákin, azért ma említjük a pásztorokat külön, mert a pásztorok szokás a zsákruhát viselni. Ez nem azt jelenti, hogy csak a pásztorok viselhetik a zsákruhát szombaton. Mit látok ebből, hogy attól még, hogy egy adott ruhadarab, egy adott közösségre, egy adott viselő típusra van identifikálva, az nem azt jelenti, hogy más potenciális viselő ne viselhetné. Akkor a nőknél és a férfiak esetében miért mondja Ula azt, hogy az a gyűrű, ami ékszernek számít egy férfinél, az nem számít ékszernek egy nőnél, és egy gyűrű, ami ékszernek számít a nőnél, nem számít ékszernek a férfinél. Ella már Rabbi Yosef, szavar Ula a nosim ambifne acmon. Azt mondja Rabbi Yosef, itt nem általában értette Ula így. Nem általában mondta azt, hogy ha valami elnyerte a ruha státuszt, akkor ez egy másik csoportnál nem tartja meg a ruha státuszt. Ő kifejezetten a nőkre és a férfiakra gondolt. Magyarul, különbség van a között, amikor a pásztorok és az átlagos férfiak esetét nézzük, és a között, amikor a nőket és a férfiakat nézzük, miért? Se nosim ambifne acmon. Mert a nők az egy külön népség. Azért nevettek, mert a mai héberben is szokták használni, amikor valaki azt akarják mondani, hogy hát ez valami egész más, azt mondja, ez egy nép. Ez nem egy kulturális csoport, ez nem egy nemi csoport, ez egy nép. Mit akarnak ezzel mondani, hogy egészen mások a szokásaik, egészen más a kultúrájuk? Azt mondja, Ula azon a véleményen volt, a nők és a férfiak, ez két külön nép. És mivel két külön nép, ezért nem használhatják egymást. Ruhái, azok a ruhák és azok a ruhadarabok és ékszerek, amik jellegzetesek az egyiknél, azok nem elfogadhatóak a másiknál, és amik jellegzetesek a másiknál, azok nem elfogadhatóak az egyiknél. Oké. Igen ám, csak ezzel szemben találunk egy olyan brájtát, ami látszólag ezzel szembe megy, ezzel a megállapítással.
észfeje, bája, mojcit, finim, machniszen, zug, zug, echod is, vechod is. Azt mondja, Tal, mi van akkor, hogyha szombaton az utcán találok egy pár tfilint. Több pár tfilint. Ugye a szombaton tfilint elvileg nem kell viselni, de nem akarom ott hagyni a tfilint az utcán, mert nem akarom, hogy megszégyenüljön, vagy méltatlan helyzetbe kerüljön a tfilint. Mit kell csinálnom? Vegyem föl magamra a tfilint, a karomra és a fejemre, és akkor az ruhadarabnak fog számítani, és vigyem be a városba, vigyem be arra a helyre, ahol leveszem, visszamegyek, és így oda-vissza, 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 amíg az összes tfilint be nem vittem a helyre. Ugye kézben nem vihetem, mert szombaton nem lehet vinni, de úgy, hogy magamon van, úgy vihetem. És mit mond a brájta? Hogy férfiak és nők egyaránt csinálhatják ezt, egyaránt így fölvehetik a tfilint. Most, ugye a tfilin, Iamárta Nosim Ambifneacman, hogyha azt mondod, hogy a nők az egy külön népség, és a nőkre nem vonatkozik a tfilin micvája, mert a tfilin micvája az mitzvasz aszessáz mán grama, az egy olyan tevőleges micva, ami időponthoz van kötve, ugye a tfilin csak nappal kell viselni, és csak hétköznap kell viselni, azt tudjuk, hogy a nők föl vannak mentve azok alól a tevőleges micvák alól, amik időhöz és egy konkrét időponthoz vannak kötve, van egy pár kivétel, de alapvetően föl vannak ezek alól mentve, akkor ezek szerint a tfilin az nem az ő ruhájuk, ez nem tud ruhájuk lenni. Akkor miért mondja azt a misna, a brájta mégis, hogy ők is viselhetik szombaton azért, hogy bevigyék egy védett helyre az utcán megtalált tfilint? Azt mondja a Talmud, haszom kö szavarab mére lájlezmán tfilin hú, sábezmán tfilin hú, hávélé mit az ászai sázmán grama, de kol mit az ászai sázmán grama. De kol mit az ászai sázmán grama, nasi hajavasz. Azt mondja, Talmud, tudod miért? Azért, mert a Rabbi Meir szerint, aki ezt a törvényt tanította, hogy az utcán talált filint, azt szombaton magamra feltekerhetem, és így bemehetek egy olyan helyre, ahol egy védett helyre le tudom tenni a tfilint. Ezt Rabbi Meir tanította, és azt mondta, ő volt az, aki azt mondta, hogy ez igaz egyaránt férfiakra és nőkre. Igen ám, csak Rabbi Meir azon a véleményen volt, hogy a nők igenis kötelesek tfilint hordani. Miért? Mert van egy vita az Éruvin traktátusban, hogy mi a kérdés, hogy nők hordjanak-e tfilint vagy sem. A kérdés az onnan van, hogy a tfilin az egy olyan tevőleges micva, ami időponthoz van kötve, vagy általánosan kötelesség tfilint viselni. A Tóra mit mond? Sártam nőszáj, jadhava, hűlött, hogy tafajzben én elha, kös jelként a karodra, és fejdíszként a homlokot közé, de nem mondja, hogy egy adott időpontban köst. És az Éruvin traktátusban, amit majd körülbelül egy fél év múlva fogunk tanulni, két vita is van. Az egyik vita arról szól, hogy a tfilin egyaránt kötelessége hétköznap és szombaton, vagy csak hétköznap. És van egy olyan vita is, hogy a tfilin egyaránt kötelessége nappal és éjszaka. Rabbi Meir és a bölcsek vitatkoznak, és Rabbi Meir azt mondja, hogy a tfilin az kötelesség egyaránt nappal és éjszaka. Csupán a rabinikus tilalom az, hogy éjszaka ne viseljük, nehogy álmunkban valamilyen méltatlan dolog történjen velünk, a tfilinhez méltatlan dolog. De alapvetően kötelesség lenne nappal és éjszaka egyaránt. És ő az, aki ugyancsak azt mondja, hogy a tfilin nem csak hétköznap, hanem szombaton is kötelesség. Most ezek szerint Rabbi Meir véleménye az, hogy a tfilin az nem egy időhöz kötött tevőleges micva, és ezért a nőkre is kötelesség, mert Rabbi Meir szerint a nők is kell, hogy viseljenek tfilint. És ő az, aki azt is mondja, hogy ha találtam tfilint az utcán, akkor azt vegyem magamra, és úgy vigyem be, mindegy, hogy nőből vagyok, vagy férfiből, egyaránt eljárhatok így. Miért? Mert természetesen az ő véleménye szerint a tfilin az egyben egy női ruha is. Itt csak érdemes megállni egy pillanatra, és akkor tisztázni. Ugye manapság felháborodást és megrökönyödést szokott okozni, amikor különböző úgynevezett reform irányzatokhoz tartozó zsidó közösségekben nők tfilint raknak. És akkor ezen meg szoktunk rökönyödni. Érdemes tisztázni, nem önmagában a tfilin tevés az, ami megrökönyödést okoz,
Mert ahogy látjuk, a múltban voltak olyan nők, akik tfilintettek, és nem tilos nőknek tfilintenni. Ez sokkal inkább a dolog szimbolikája miatt okoz megrökönyödést. Azért, mert ha van egy olyan magát reformnak nevező irányzat, amelyik minden micva közül semmit nem tart meg, csak éppen azt, amire nem lenne köteles, és ezzel akarja a hagyománynak a felrúgását, vagy a hagyománynak a megkérdőjelezését kifejezni, akkor ez azokban, akik a hagyományt, a tradíciót azt sokkal konzervatívabban tartják fontosnak, megrökönyödést okoz. De nem arról van szó, hogy a tfilin az valami olyan szent dolog, hogy azhoz nők nem érhetnek hozzá, szó nincs erről. Itt a vita arról szól, hogy a tfilin, ha ez egy nem időhöz kötött tevőleges micva, ha ez egy időhöz kötött tevőleges micva, akkor a nők föl vannak ez alól mentve. Ezt érdemes csak így tisztázni. Oké, akkor bárhogy is legyen, akkor ez megmagyarázza azt, most akkor összességében, hogy egy nő nem hordhat egy olyan pecsétgyűrűt, ami van pecsét, mert ugye az nem egy női viselet, az egy férfi viselet, nem is ékszer ezért, és ezért olyan, mintha a viselésével olyan, mintha egy terhet vinne. Azt kérdezi a Talmud, hogy szak lácheriát, hú, szóval ez mind rendben van, de van egy olyan alapelv, hogy ha egy szombati munkatilalmat nem a hagyományos módján, a bevett módján csinálok, hanem klácheriát, valamilyen sinújjal, valamilyen változtatással, a könyökömmel, a orrommal, a nem tudom mivel, akkor az ugyan tilos, de nem szektem meg a Tóra tilalmát. Itt akkor igaz ugyan, hogy a pecsétgyűrű az egy férfi ruhadarab, de a nő nem viszi a kezében vagy a zsebében, hanem mégiscsak az ujján van. Akkor ez pontosan olyan, mintha egy sinúj lenne, egy klácháriád, egy másféle vivés. Akkor miért mondjuk azt, hogy mégiscsak a tórai tilalmat szegi meg? Amar Rabbi Jirmia, abbi issekisz barisz a szkinon. Ezt mondta Rabbi Jirmia, itt egy adószedő nőről van szó, nem adószedő, egy adminisztrátor nőről van szó, aki szokott használni pecsétgyűrűt. És bár a pecsétgyűrű ettől még általánosan nem válik női ruhadarabbá, hanem inkább ez egy munkaeszköz, mert a nőknél ritkább, hogy ezt használják. Ezért ez egy munkaeszköz, de mégis a viseletet az egy normális viselet, és nem egy normálistól eltérő viselet, és ezért, ha egy nő ezt viseli szombaton, akkor az olyan, mintha vinné, és köteles áldozatot hozni, mert megszegte a Tóra parancsát. Amár rába, te rászta is a ismáika lemeima. Azt mondja, ez mind nagyon szép, nagyon jó, de ez csak mind azt az esetet magyarázza meg, amikor egy nő visel egy férfi pecsétgyűrűt. Mi a helyzet a férfivel, aki visel egy női pecsét nélküli gyűrűt? Az miért szegi meg a Tóra parancsát? Ő akkor ugyan nem egy férfi ruhadarabot visz, de mégsem úgy viszi, ahogy szokták, ahogy a vivés normális esetben, ahogy kézben viszem, vagy zsebben viszem, hanem fölrakta magára. Ez olyan, mintha egy változtatással szegné meg a szombatot, klácháriát, sinújjal, akkor ez miért számít mégiscsak szombatszegésnek? Ala már rabbe, pamim sadam nészen is, tehát a bás, és le, ha iszem, lejjel, kufsza van, ihtra, jajta, ács meg át, le, kufsza. Upám is nincsen, hogy szeszle bájlesz, a bársain, de a hajszem, hogy léha egyszer umon lesz, szákeim, hogy adács, meg ilyen egyszer umon. Azt mondja, Rava egy nagyon találó magyarázatot. Azt mondja, igaz, hogy a nők női gyűrűt, a férfiak férfi gyűrűt hordanak, de mégis előfordul, hogy egy nő odaad egy gyűrűt egy férfinak, és egy férfi odaad egy nőt egy nőnek. A nőnek odaadja a férfi a gyűrűjét, a pecsétgyűrűjét, hogy rakja be a ékszerdobozba. És amíg a nő viszi a gyűrűt, addig fölveszi magára, mert így tartja a legbiztonságosabbnak odáig a dobozig eljutni, és eljutatni a gyűrűt. A férfi pedig gyakran viszi a női gyűrűt az ékszerészhez, és amíg az ékszerészhez megy, akkor ő is fölveszi a gyűrűt, és ezért a gyűrű viselete, mindegy, hogy a saját nemem, a saját genderem gyűrűjét viszem, vagy a másikét, a viselet az a normál vivése a dolognak, és ezért ez nem számít sinújnak. Oké, ezzel akkor a pecsétgyűrűt majdnem véglegesen, pecsétgyűrűt kérdést majdnem lezártuk, és most pedig
folytatjuk a következő részével a Misnának. Misna a következőt mondta. Vlöjbe kuliár, vlöjbe koi velesz. Ne menjen ki a nő egy brossal, sem pedig egy kölnitartóval. Mit jelent ez a két szó? Máj kuliár, amaráv, mechanta, mi ez a kuliár? Azt mondta rá, hogy ez egy bross, egy meltű. Umáji kölyvelesz, amaráv, humárta de pilion. Azt mondta rá, hogy mi ez a kölyvelesz, mi ez a másik dolog, az egy egy kölni tartó. Ugye ezt kik viselték? Ugye régen a parfüm, gondolom, még nem volt annyira kidolgozott, vagy nem is tudom, hogy ezért volt. De mindenképpen ez egy olyan illatosító volt, amit nem a testükre kentek, hanem a nyakukban viseltek egy kis illatosítót. Ha valakinek nagyon rossz szaga volt, akkor ezt ezzel tudta jól elnyomni. Tanulában a löjtejtszebekai vele, ez imi acasz a hájav hátasz. Tanultuk egy brájtában, hogy ne menjen ki egy nő a kölni tartóval szombaton, és hogyha mégis kiment, akkor megszegte a Tóra parancsát, és áldatot kell hozni. Ez az első vélemény. Divré Rabbi Meir. Ha hamimajuni löjtejtszeb imi acasz a ptura, a bölcsek azt mondták, hogy nem szabad ugyan kimenni vele, de ha mégis kiment, akkor föl van mentve a büntetés alól, mert ez nem egy tórai tilalom, hanem csak egy rabbinikus tilalom. Rabbi Lezer, mert jöjjtsze isebek, hogy vele szlehet hír, Rabbi Lezer pedig azt mondja, hogy eleve kimehet vele. Ugye a mi misnánkban csak az első két vélemény szerepel, vagy teljesen tilos, vagy kicsit tilos. Itt viszont hozzájön Rabbi Lezer véleménye, aki azt mondja, hogy hogy teljesen megengedett. Májke Miflegi, miről szól a vitájuk? Miről szól ennek a három rabbinak a vitája? Akkor nézzük végig a három véleményt. Rabbi Meir szöjver, maszoihi. Rabbi Meir azt mondja, hogy a kölni tartó az egy teher, és ezért szombaton tilos vinni. Rabbanan szávri tachsitú. A bölcsek pedig azt mondják, hogy ez egy ékszer, és ezért pedig elvileg lehetne menni vele, Dilma Sravlomach jafja, Vászilászjué, de mivel félünk attól, hogy ugyanúgy, mint a többi ékszernél, hogy le fogja venni magáról, és meg fogja mutatni a barátnőinek, ezért tilos, hogy magán legyen, hogy magán viselje. Rabbi Lezer szavára, Rabbi Lezer viszont azon az véleményem van, hogy nem kell attól tartanunk, hogy leveszi magáról, és megmutatja a barátnőinek, mert ez nem egy olyan ékszer, mint a többi ékszer. Miért? Mán dárkala mimrei isese reicharám, mert ki az, aki ezt viseli? Egy olyan nő, akinek rossz az a szaga, a testszaga. Isese reichará, le is lafon máhjeve, blöja szalát, jöjj! Árbám, ez biztos rám, egy rossz szagú nő, testszagú nő nem fogja levenni magáról ezt, hogy megmutassa, mert akkor megint érezni fogják a rossz szagát. Akkor nyilván azon lesz, hogy ez rajta maradjon. De azért viseli, hogy az elnyomja a rossz szagat. Akkor ezért ő nem tart ettől, és ezért ő eleve megengedi. De ha tánja a Rabbi Lezer, Paiterbe könyvvel lesz, Bitzlachisselpáliati. Most ebből az előző bájtában úgy tűnt, hogy Rabbi Lezer egy külön vélemény, egy külön utas vélemény, és azt mondja, hogy a kölnit azt eleve lehet viselni. Igen ám, de van egy másik brájta, ahol Rabbi Lezer nem így fogalmaz, hanem Rabbi Lezer csak azt mondja, hogy fel van mentve az áldozathozatal alól. Tehát nem arról van szó, hogy eleve megengedett. Loj kásje, ha ki kajjad ebbe meir? Ha ki kajjad rabban? Ki kajjad rab meir, ad amár hájav hátasz, amár lépatul. Ki kajjad rabban, de amár paturával asszul, amár jó, mutalekat hina. Azt mondja, a Talmud két megfogalmazás van Rabbi Lezer véleményéből. Két megfogalmazás maradt fenn, és látszólag ezek ellentmondásosak. Az egyik helyen azt mondja Rabbi Lezer, hogy eleve megengedett a kölni viselés, a másik helyen azt mondja, hogy nem kell, hogy áldozatot hozzon, hogyha viselte. Ezek látszólag ellentmondanak, de valójában nem. Miért? Mert más volt a szövegkörnyezet. Az egyik helyen a rabbikkal vitatkozott, és a rabbik azt mondták, hogy kell áldozatot hoznia, és erre mondta azt, Rabbi Lezer, hogy eleve viselheti. Ez az egyik
szövegkörnyezet. A másik helyen viszont Rabbi Meir elvitatkozott, és Rabbi Meir pedig azt mondta, hogy megszegte a szombatot, és erre azt mondta Rabbi Elezer, hogy patur, hogy nem szegte meg a szombatot. Ezt a kifejezést ugyan általában úgy szoktuk érteni, hogy nem szegte meg ugyan, de áldozatot kell hoznia. De ő nem így értette, ő csak a vitában azt akarta mondani, hogy te azt mondod, hogy hájav, hogy ő megszegte a szombatot, én azt mondom, hogy patur, hogy nem szegte meg a szombatot. És ezzel tisztáztuk Rabbi Elezer véleményét. Umáj Rabbi Meir, hol van az egyik szövetkörnyezet, és hol van a másik szövetkörnyezet? Azt mondja a Talmud, hol van a Rabbi Meir féle szövetkörnyezet? De tánya lői tejce is, amely maf tejek, semmi jadam, jacok, helyvesz, hátos. Nivre Rabbi Meir, Rabbi Elezer, pöjtér, bőkő, vesz, vagy szokin, sal, pál, jatin. Azt mondja, rájta, egy nő ne menjen ki egy kulcssal, amit az ujjára rakott, ha mégis kiment, akkor megszegte a szombatot, és kell, hogy áldozatot hozzon. De Lezer felment a szombatszegés alól, és az áldozathozatal alól a kölni tartónál. Azt kérdezi a Talmud, oké, könyve, ez mandhásmé. Ki beszélt itt kölni tartóról? Mi Meir, az csak a kulcsról beszélt. Azt mondja, Talmud, igen, elnézést. Huszurim, megszerve, hachitani, rosszul mondtuk az előbb. Itt valójában benne volt az a Rabbi Meir szövegében is a kölni tartó. Rabbi Meir teljes tanítása úgy hangzott, hogy ne menjen ki kulccsal és kölni tartóval, és ha mégis kiment, akkor megszegte a szombatot. És erre mondta Rabbi Elezer, hogy nem, a kölni tartó esetén föl van mentve. Nem szegte meg a szombatot. Ba medvarim amurim. A Brájta folytatja, és a következőt mondja. Mikor számít ez olyan viseletnek, hogy Rabbi Elezer azt fogja mondani, hogy ez nem szombatszegés, hogy eleve lehet hordani szombaton, és én jésbehem bajszem, amikor a kölni tartóban van kölni, ahol én behem bajszem, ha jevesz, ha viszont nincs benne a szagosító, mondjuk az olaj, ugye a kölni alapvetően valamilyen olaj, amiben valamilyen illatos növényt raktak. Most, hogy hiába van benne olaj a kölni tartóban, de ha nincs illatosítva az olaj, akkor az már egy hordásnak, egy tehernek számít a kölni tartó, és azért nem lehet vele kimenni szombaton. Amara ádabarába, zöjszön meresz, ha mojtsz őkén pachasz meg kisíjú bekli hájó, de ha énba bőjszön meg pachasz meg kisíjú bekli dami, meg tani hájévesz. Ugye azt mondja, a Talmud ebből egy messze menő következtetést tudok levonni. Ugye mi a messze menő következtetés? Nem beszéltünk még erről, de később a Talmudban lesz arról szó, hogy van-e olyan minimális méret, ami már vivésnek számít. Például ételnél. Mi az az étel, mi az a méretű étel, hogyha mondjuk egy szem napraforgó magot viszek a zsebemben, akkor az már vivésnek számít? Van-e olyan minimális térfogat, vagy súly, aminél azt mondom, hogy ez már az ételt valamivé, valamilyen szubstanciává teszi, és azért, hogyha ezt kiviszem az utcára szombaton, akkor megszegtem a szombat törvényét. És a Talmud azt fogja mondani, hogy igen, egy ételnél ez egy kegröjgesz. Ez egy szárított datolja méretű. Azt mondja, hogy körülbelül ekkora darab étel kell, hogy legyen ahhoz, hogy amikor viszem, akkor az a szombatszegést létrehozza. Mi a helyzet akkor, hogyha egy edényben viszek ételt? Az edény az alá van rendelve. Az edény alá van rendelve az ételnek. És azért amilyen státuszú az étel, olyan státuszú lesz az edény. Ha viszont mi a helyzet akkor, hogyha annyi ételt viszek az edényben, ami kevesebb, mint a meghatározott térfogat, akkor mi van? A fenti brájtából arra tudok következtetni, hogyha nincs meg a minimális térfogata az ételnek, akkor az edény már nincs alárendelve annak az ételnek, ami
ami benne van, és ezért az edény kivitele, az eszköz kivitele az kivitelnek számít. Miért? Mert mit látok? Azt látom, hogy ebben a kölni tartóban már nincsen kölni, van ugyan olaj, de a kölni tartó az olajnak nem rendelődik alá, mert az olajban nincs meg az a minimális mennyiség, vagy az a minimális szubstancia, amitől kölni lenne, és ezért, bár ha van benne ilyen illatosító, akkor az kölni, és a kölninek alá van rendelve az edény, és ezért ahogy a kölnit lehet vinni, úgy lehet vinni az edényt is. Abban az esetben, hogyha már nincsen benne illatosító, hiába van benne olaj, akkor az már nincs meg az a minimális mennyiség, és ezért a kölni tartó az már nem kölni tartó, hanem simán egy eszköz, egy edény, és ezért nem lehet vinni. Rába asian, már beállmaim, alak patulva sájnél halka, de lészen mámasok lál. Azt mondja, a Talmud, Rába asian ezzel nem ért egyet, és azt mondja, hogy egy normál étel esetén ez nem lenne így. Egy normál étel esetén hiába lenne az étel kisebb, mint az a minimális térfogat, amitől az étel étel, de mégiscsak étel maradna abból a szempontból, hogy az edény, amiben benne van, az alá legyen rendelve neki. Viszont ebben az esetben, ahol az olaj, olajillatotosító nélkül van a parfüm tartó, kölni tartóban, az az olaj az nem, hogy kevesebb, mint a minimális mennyiség, hanem semmire nem használható. És ezért az edény már nincs alárendelve az olajnak, és ezért ez egy külön történet. Oké. Okay. Ezzel a kölni tartónak a halakháját tisztáztuk, és most két fejezetet a Tanakhból fogunk értelmezni, mind a kettő kapcsolódik egy kicsit a kölnihez, és Jeruzsálem pusztulásához. Az első, amiről beszélni fogunk, az Ámosz könyvének a 6-os fejezete, amelyik azokról a zsidókról szól. Ámosz ugye körülbelül 800 évvel ezelőtt volt proféta Izraelben, 800? Nem, kicsit kevesebb. Miről beszélek 800 évvel ezelőtt? 2400 évvel ezelőtt, amikor már Izraelre és Judára, Juda királyságára szakadt, és ő azt jövendölte, hogy Izrael lakói, akik között az elit, az nagyon elbizakodott, és csak a saját élvezeteit és saját örömszerzését tartotta szem előtt, és nem gondolt a szegényekre és a rászorulókra. Ennek a végén az lesz a büntetése, hogy el fog pusztulni Zion. Akkor gyorsan felolvasnám az elejét. Ámosz könyvéből, a gondatlanok Zionban és az elbizakodók Somron hegyén, nemzetek elsőinek jelesei, és akikhez eljönnek az Izrael házabéliek. Keljetek át Kálnájéba, és lássátok, és menjetek onnan a nagy Hamadba, és szálljatok le a filiszteus gátba. Vajon jobbak-e eme királyságok, avagy nagyobb-e határuk a tihar? Az erőszak ülését, kik ott fekszenek, elefántcsont ágyakon, és elnyújtózkodnak nyoszajáikon, és esznek juhokat a nyájból, meg borjakat a hízlalókból, akik danolnak hárfaszó mellett, mint Dávid, kigondoltak maguknak hangszereket, akik bort isznak tálakból, és az olajok legaljávával kenik magukat. Nem volt fájdalmuk József romlása miatt. Ezért most számkivetésbe mennek a számkivetettek élén, és véget ér az elnyújtózók rivalgása. Magyarul azt akarja mondani itt Ámosz, hogy azok, akik csak a saját örömükre és a saját élvezeteikre gondolnak, ők lesznek az elsők, akik majd számüzetésbe kerülnek, amikor Zion pusztulásának eljön a napja. Mit értek ti? Mit vagytok többek, mint a titeket körülvevő többi királyság, többi birodalom, hiszen elfelejtettétek Istent, és csak a testi élvezeteknek adjátok át magatokat. Most itt ebben a mondatban, a hatos mondatban, ugye ötös-hatos mondatban itt mondja, hogy elnyújtózkodnak nyoszajáikon, dalolnak, esznek, isznak, és azt mondja, az olajak legaljával kenik magukat. Miről szól ez? Rés is manim nyim sahu. Amarev Yehuda, amar Shmuel ze pályeton. Ez a balzsamolaj. A kölni tartó a balzsamolajjal. Masszív Rav Yosef. És mit mond? Um.
Mit mond Rabbi Yosef? Amikor elpusztult a szentély, azt tanuljuk a Szota traktátusban, amikor elpusztult a szentély, azt tanuljuk a Szota traktátusban, hogy különböző dolgokat a szentély pusztulása miatti fájdalom kifejezéseként megtiltottak a bölcsek. És milyen dolgokat tiltottak meg? Azokat az élvezeti cikkeket, amelyek a túlzott élvezkedés és hedonizmus forrásai voltak a szentély pusztulása előtt, és amelyekről úgy értelmezték, hogy okozták ezek a szentély pusztulását. Azt tanuljuk ott a Toszeftában, Áf al Páljeton Gazá Rebbi Huda ben Baba, vagy Rebbi Huda ben Baba a kölni tartót is betiltotta, mint egy élvezeti forrás, és mint egy olyan élvezeti forrás, amiről úgy értelmezte, hogy része volt azoknak az élvezete, hedonista élvezeteknek, amelyek miatt elpusztult a szentély. A bölcsek viszont nem értettek vele egyet. És a bölcsek véleménye a meghatározó. Ha a bölcsek nem értettek vele egyet, akkor valószínűleg ők úgy értelmezték, hogy a kölni tartó az nem volt egy olyan élvezet, amit magukénak, amelyek részei voltak annak a hedonista életmódnak, amit a zsidók képviseltek a szentély pusztulása előtt, akkor viszont nem jelentheti azt ez a olajok legaljával kenik magukat, hogy itt a kölni tartóról beszélünk. Azt mondja a Talmud, amely a báj előtt a mély hadig szívása iszem mizrike jáin, rabbi ámi brábászi hádamar kikim kisín, ve hádamar mizrikin kisem zereze, ha nám ide azt, hogy hadd rá, hunna iklerem és gazucba, és kisem, hogy már lévő lőm idi. Azt mondta erre a báje. Ezek szerint te abból indulsz ki, hogy minden olyan dolog, ami része volt a hedonizmusnak, amit leír Amos, azt később betiltották a rabbik. De nézzük meg, van egy olyan része is ennek a mondatnak, hogy azt mondja, ha sojiszimbe mizreké jáin, akik bort isznak tálakból. Mit jelent ez a tálakból? Ez csak a magyar folytásban tálak. Ámi és Rávászi vitatkoznak, hogy ez mit jelent? Az egyikük azt mondja, hogy ez kiskanin. Kiskanin az egy olyan boros pohár, aminek két szívókája volt, és egyszerre ketten ihattak egy pohárból. Ez már gondolom, hogy a bor élvezetének egy fokozott kifejeződése volt. A másik vélemény az volt, hogy összeütötték a poharaikat, kocintottak. És ez erre vonatkozott Amosnak a fedése. De bármi is legyen, az a vélemény, aki azt mondja, hogy ez egy olyan pohár, amiben két szívóka volt, és mégse látjuk, hogy ezt betiltották volna a bölcsek, hiszen egyszer voltunk a Reish Galusa, a diaszpora fejének a házában, és ott a kiskanimból iszogattunk, a két szívókás pohárból iszogattunk, és nem szólt nekünk semmit. Akkor látjuk, hogy nincs betiltva a két szívókás boros pohár, annak ellenére, hogy Amos szövegével az is benne van. Magyarul nem mondhatod azt, hogy minden, amit Amos felsorol, mint a hedonizmus szimbóluma, azt később betiltották a szentély pusztulása után. El a kolmide de izbej tájnú vízbej szimha gazrabon, el mide izbej tájnú vlöjbej szimha lőjgazrabon. Azt mondja, hogy nem mindent tiltottak be. Mit tiltottak be? Azt is, ami testi élvezetet is, és önfelett örömöt is okozott. De ami csak testi élvezetet okozott, de nem volt egy az önfelett örömnek, a gondtalan önfelett örömnek a szimbóluma, azt nem tiltották be. Így, a kölni tartó, ugyan kölni tartó, amiről beszél Amos, de az csak testi élvezetet okozott, és nem pedig önfelett örömet, és ezért azt nem tiltották be. Oké, azt is mondja a négyes mondatban Amos, kik ott fekszenek elefántcsont ágyakon. A sőrkfinál mitoiz sén. Úgy szruhimál áraszaiszom, és úgy folytatja, és elnyújtoznak nyoszajáikon. Mit jelent az, hogy elnyújtoznak nyoszajáikon? Mert lámecsajunk a stilimbipi, májmif némitai szem a rumin. Azt mondja a Talmud, ez egy olyan undorító, testi,
testi romlottságot fejez ki, hogy itt nem az elnújtózkodásról van szó, ez csak a magyar fordításban van, hanem mit jelent ez, hogy úgy, amikor rájuk jött, hogy ereszteniük kell magukon, akkor fölálltak mesztelenül az ágyból, és az ágy mellé pisiltek. És ez mutatja, hogy milyen romlottak voltak. Meg Gadev Barabiabó, és Barabiabó kiátkozta az ilyet, aki azt mondta, hogy erről volt szó. I hachi haindik szív lachén átonyi galibra is gailim. És mondja, más nini is nini, máj bifnemit és szem a rumbin iglibra is gailim. Azt a Rabbabó nem lehet, hogy ezt jelenti. Nem lehet, hogy az elnyújtózkodás nyoszoljáikon azt jelenti, hogy csak épp, hogy leszálltak az ágyról, és úgy pisiltek, és miért nem? Mert emiatt kerültek számüzetésbe. Ez olyan nagy bűn, nem illik, nem illendő, de mégsem lehet azt, hogy emiatt kerülnek számüzetésbe. El amár ami a bau élőbni adom, se ők nem is a hiszen, zeim zeim, de ők ki, mint a szem, zúbe zúm, achli film, és a szem, zeim zeim, azt hiszen, hogy a szem, se pazera, se innen se lehem. Azt mondja, Rabbi Abba, ennél sokkal súlyosabb dologról van szó, amiről Amos beszél. Azt mondja, itt miről van szó, ezek olyan emberek voltak, egy olyan viselkedési formát írez le, amikor a férfiak és nők együtt eszegettek, iszogattak, ágyaikat összetolták, feleségeiket elcserélték, és összemocskolták egymás ágyát magjukkal. És ez volt a bűnük. Az elnyújtózkodás nyoszoljáikon ezt jelenti, hogy egymás ágyába, korlátok nélkül, egymás feleségeivel egymás ágyába bújtak be. Amarami abau, vamrilabim a sznisszen tanas lajusod, valami vímesz adamli dea nius. És ennek kapcsán, a pisilés kapcsán, az ágyba pisilés kapcsán, tanította Rabbi Abbau. A következőt tanuljuk a misnában. Slavisod, valami, vímes, adom, linea, news. Három olyan dolog van, ami a szegénységre vezet, ami szegénységet hoz az emberre. Az az ember, aki az ágya mellé pisil, az az ember, aki nem veszi komolyan az étkezés előtti kézmosást, és az az ember, akit a felesége kiátkoz. Itt különben mind a három dolog arról szólt, a fukarságról szólt. Ugye? Ha valaki az ágya mellé pisil, akkor lusta, fukar és lusta, és nem akar arrébb menni, és ezért a büntetése is az, hogy akkor valóban szegény lesz. Aki nem veszi komolyan a kézmosást, akkor az úgy tűnik, mintha sajnálná a vizet. A kézmosása. Akkor tényleg szegény lesz. És akit kiátkoz a felesége, arról majd beszélünk később, hogy az miért. A másik májm bifnémit is azt, hogy arra, amar ravelaj amron, elede me hader apele purje, avale braje leislamba, u me hader apele purje namilaj amron, elele ara, avale be mono leislamba. Ennek az ágy mellé pisilésnek a részleteit, ágy mellé vizelésnek a részleteit Ravel még jobban tisztázza. Azt mondja, csak arra vonatkozik ez a súlyos büntetés, ha valaki az ágya felé nézve vizel. De hogyha az ágyától elfelé vizel, akkor nem. És az ágya felé való vizelés is csak akkor tilos, hogyha a földre vizel. De hogyha egy edénybe vizel, akkor az nem ilyen súlyos. Annak nincs ilyen büntetése. Nyilván ennek megvan a maga magyarázata, hogy ez miért ilyen lényeges, és erre nem fogunk tudni kitérni. Ez az első tézis. A második tézis az volt, hogy a zálzadban tilászjadáim, ha valaki nem veszi elég komolyan az étkezés előtti kézmosást, amár ravelaj amran elebb de löj mással jadej, klálával, löj mással lészlamba, azt mondta erre Rava, ez is csak arra vonatkozik, ha valaki egyáltalán nem mos kezet az étkezés előtt. De a kezet most csak ilyen nagyon kevés vízzel, éppen csak benedvesíti a kezét, az ugyan nem szép dolog, de az nem olyan súlyos, hogy emiatt olyan súlyos büntetése legyen, hogy szegény lesz. Ve láv mi a szél, amár a frizda annam sájm löj hafna máj, ve havnim lom hafna, ti vussza. Azt mondta erre, Rav Chisda, nem értek veled egyet, mert én mit látok? Azt, hogy én mindig bővízzel mostam kezet, és ezért ilyen bőséges a vagyonom. A bővíz bő vagyont hoz. Akkor mit látunk, hogy nem egyszer arra van szó, hogy csinálom vagy nem csinálom, és ennek megfelelően leszek szegény vagy nem szegény, hanem az is számít, hogy csinálom. Hogy sok vízzel mosok kezet, vagy kevéssel. És akkor nézzük az utolsó tézist.
Vese Isten mekállaláltai befanav, amikor a felesége valakit kiátkoz a szeme láttára, tehát ő előtte átkozza ki, miért Amerrava, miért átkozná ki a feleség? Hát Ixkét Tachsitea, mert fukar ékszert venni neki. Hanem mire de iszlein, vele javid. De ez mind csak arra vonatkozik, ha lenne rá módja, ha lenne rá módja, hogy vegyen a feleségének ékszert, és ő fukarkodik, és nem vesz ékszert, akkor a felesége ki fogja átkozni, és mivel úgy viselkedik, mintha szegény lenne, mert ezért erre hivatkozva nem vesz ékszert, akkor tényleg szegény lesz. Látjuk, férfiak, mennyire meg kell tisztelnünk feleségeink ékszerigényét. Daras rave, de rávillai, majdik szívjai, mert sem kiján, gavub, ne is cíjön. Ha már Jeruzsálem pusztulásáról van szó, akkor Ézsaiás, Jesajá proféciáját is most egy kicsit értelmezni fogjuk. Ézsaiás harmadik fejezetéről van szó, és arról van szó, hogy a nők fényűzését nyomor fogja követni. A 16-os mondattól fogjuk olvasni. És szólt az örökkévaló, mivel hogy büszkélkedtek Cion lányai, még egyszer, tehát 3-as fejezet, 16-os mondat. És szólt az örökkévaló, mivel büszkélkedtek Cion lányai, jártak kinyújtva torkukat és kacsintva szemeikkel, tipegve járton járnak és lábaikkal, láncaival csörgetnek. Varassá teszi tehát az Úr Cion lányának fejét, és az örökkévaló megmeszteleníti hajzatukat. Azon a napon eltávolítja az Úr a pompás lábláncokat, a napocskákat és holdacskákat, és a függőket, a láncokat és a fátyolokat, a fejdíszeket, a bokaláncokat, a díszköveket, az illatszelencéket és bűvös ékszereket, a gyűrűket és orkarikákat, a díszruhákat és köpenyeket, a palásokat és zacskókat, a tükröket és gyolcskendőket, a fejkötőket és az általvetőket, és lesz illatszer helyett rohadság, öv helyett kötél, fodros hajmű helyett kopasság, díszköntös helyett zsákövezet, égési seb szépség helyén. Férfiait kardáltal esnek el, vitézséget harcban, keseregnek és gyászolnak kapui, és ő kifosztva a földre ül. Miről van szó? Hogy Jeruzsálem nőinek, hölgyeinek, asszonyainak a fényűzése az pusztulást fog maga után hozni. És itt is meg van említve többször az illatszer, és az olaj, és a különböző ékszerek, és itt a Darás Reidrávi Lai, Májdik Szíve, Jaj, mert a Senki Ján, Gavubna és Cion. Mit jelent az, amikor azt mondja, hogy kinyújtva torkukat jártak Cion leányai. Sajj már hálkhözbe könyv ez guffa, vett a láknanas ez garany, sajj már hálkhözbe akébe cádak gudol. Azt mondja, olyan büszkén kinyújtott háttal és felemelt fejjel jártak, mint a divat bemutatókon, hogy nem néztek le a földre, és ezért van az írva, hogy kinyújtott torokkal jártak, és hogy hogy fogalmazott? És tipegve járton jártak. Csak olyan apró léptekkel, mert féltek, hogyha nem néznek le, akkor nehogy valami elbotlanjanak. És ez illetlen dolog. Illetlen dolog így emelt fejjel és kinyújtott háttal járniuk. És szákra és szénáim, ugye ez az illetlenség itt azt jelenti, hogy ez egy fajta a női testiességnek a túlzott kihangsúlyozása. És ezért ez szemérmetlenség. Mit jelent az, amikor azt mondja, hogy kacsintva szemeikkel, mert szákra szenáim, de hávam lan kuchlane náim rámzon, hallóik ve tajf, sajma ákszaruk, Nájmi Rámzan, ugye itt azt a kifejezést használja, mert szákra is, az szikra, az jelentheti azt a, hogy mondják ezt magyarul, amivel a festik a szemüket, egy ilyen kék szín, és amikor ebből nagyon sokat tettek a szemük köré, az már szinte ilyen szemérmetlen magamutogatás volt, és jelenti a kacsintást is. Azt mondja, talán mind a kettőt csinálták. Kifestették a szemüket túlzóan, mint a prostituáltak, és kacsingattak a férfiakra. És ahogy már azt mondja, meg cátszorra, mit jelent az, hogy
kinyújtott büszkélkedve jártak, azt jelenti, hogy mindig, ha volt egy alacsony nő, akkor oda mentek melléjük, hogy mutassák, hogy ők milyen magasak, és ezzel mutassák a szépségüket. Ubrág lejem tá kaszna. Amara viccok, de vére vámi, mert lámejt se, ha ima tilis mérjvá fánőszöm, mert a lejem, mert hálakhoz be sukkér és a lány. Kíváncsi, hogy megérsz egyszer, mert hori iszom, be játosz be kárka, mert tízesz a lejem, mert nisztesz be hem, jétszer rá kereszt kóz. Azt is mondja, hogy lábaik láncaival csörgettek. Mi volt ebben a gond? Ezt mondja a Talmud, ez nem lábaik láncai, hanem ilyen parfüm kölnitartót tettek a cipőjükbe, és amikor elmentek egy férfi mellett, akkor erősen ráléptek a kölnitartóra, és ez ráspriccelt a férfire, és a férfire ráment az a erotikus gondolatokat ébresztő illat, és ezzel a jétszerharát, a rossz ösztönét a férfiaknak felébresztették. Maiporinius, mi volt az ő büntetésük? Vahaja tachas boisem mak hie. Mi volt a büntetésük? Azt mondta, szépség helyett égési seb lesz. Ugye ezt mondja a 24-es mondat végén. Mokim sajim is bászbojzboj. Nászene mokimnek mokim. Azon a helyen, ahol a azokon a helyeken, ahol ahova a erotikusságot felébresztő parfümöt tették, ott égési sebek lesznek. Makam sajuhan gura is becilcul. Azokon a helyeken, ahova az öveiket, az erotikusságot növelő öveket kötötték, azon pedig azt mondja, rothadság lesz öv helyett. Tahasz mász mikse karha. Azokon a helyeken, ahol a hajukat szépítgették, ott fodros hajmű helyett kopasság lesz. Tahasz piszigil macha köjres szák, pszachim vindem légidó ilyen le macha köjres szák, és azt is mondja, hogy díszköntös helyett zsákövezet. Itt a díszköntöst azt a Talmud a nemi szervként értelmezi, és a nemi szerv, ami a díszköntös lenne, ahelyett zsák lesz, bi jofi, bi tachas jofi, amir rabbe hainda amir insi, hilufe sufra kifa, ezekről mondta rabbe azt, hogy van az a arámi mondás, hogy szépség helyén a seb. Beszipach adoini kotkot bnoiz cion, és a 17-es mondatban azt mondja, hogy varassá teszi tehát az úr cion lányainak feje tetejét, mert lámecse parha, bahencarász, azt mondja erre Rabbi Yossi, hogy ez azt jelenti, hogy leprásak lesznek, szívhakav a szipach, szimkazol lesz észre a szápach, azt mondja, a szipach szó, a varasság, az hasonlít az egyik leprás sebhez, amiről a Tóra számot ad. Ma sem paszhan jare, és azt is mondja ugyanez a mondat, hogy megmeszteleneti hajzatukat. Ezt úgy értelmezi Ráb és Smuel, az egyik azt mondja, se nispöhuki kiszony, hogy itt is a nemi szervükről van szó, amiből ömleni fog, mint egy kancsóból az ömlés, magyarul, hogy nemi betegségek fogják érni őket, mert hádoma se nászupiszkenke jár, a másik pedig azt mondja, hogy úgy fog benőni szörzettel, mint egy erdő, és ezért visszataszító lesz. Visszataszító lesz. Mindenképpen az egésznek az a lényege, hogy a büntetés az mindig megfelel a bűnnek. Szóval mindig az a tükörképe a bűnnek. Amilyen a bűn, ahogy az előbb tanultuk például a szegénység kapcsán. Mindig az ember olyan büntetést kap, amilyen jellegű a bűne. Ugye ez miért van így különben? Azért, mert a bűnnek az a lényeg, hogy az embert tanítsa, edukáció. Az ember hogy tudja fölismerni, hogy hol bűnözik, hol vétkezik, ha megvizsgálja, hogy milyen jellegű a sorsa, milyen jellegű az a büntetés esetleg, amit a Jóistentől kap. És a helyzet az, hogy eddig csak a nőkről volt szó, de nem lehet, hogy csak a nők bűnösek. A szemérmetlenséghez két fél kell. Eddig a nőkről volt szó, de nem lehet csak rájuk kenni a bűnt. Mi van, mi a helyzet a férfiakkal? Amár a Juhuda, amár Áv, Ánsér és a Láim, Ánsér és Sáhác hajú. Jeruzsálem férfiai, azok magamutogató álszenteskedők voltak. Miért? Mert a nemi, romlott nemi vágyaikról
magas nyelven beszéltek, ilyen magas szavakba öltöztették a visszataszító nemi romlottságukat. Például, amikor beszélgettek egymással, és azt akarták kérdezni, hogy ez mi azt, hogy ki kivel volt előző éjszaka, kivel volt együtt, akkor azt mondta, na, mit ettél ma, mi volt a mai ebéded? De pasa milo, vagy be pasa ina milo? Egy jól meggyúrt tésztát ettél, vagy egy nem jól meggyúrt tésztát ettél? Szóval azt akarták mondani, hogy szűzzel voltál, vagy nem szűzzel. Bejáin gördoli, vagy bejáin hardoli. Sötét bort ittál, vagy fehér bort ittál? Azt akarták mondani, egy kreol bőrű, vagy egy világos bőrű nővel voltál együtt. De mészesz raha, vagy bemészesz kacar? Egy rövid ágyon aludtál, vagy egy hosszú ágyon aludtál? És ezzel azt akarták mondani, hogy egy kövér, vagy egy sovány nővel voltál. Be haver tov, vagy be haver rá? Egy jó baráttal, vagy egy rossz baráttal? Ez meg annak volt a kódnyelve, hogy egy szép nővel, vagy egy nem annyira szép nővel. Amár Abhizda, vagy Kulan Eznusz, és azt mondta Abhizda, mindezek a kifejezések, ezek a prostitúciónak és a promiszkuitásnak a kódnyelvei voltak. Amár Hava, amár Abhizda, átszerűs a lányom, és aki namon hagyom, és hasonlom a szikimban, reák, nagy, de fel hal ehetsz, szóval, amár a illatosítóról és a kölniről van szó, akkor most visszatérünk kicsit langyosabb vizekre. Azt mondja Rav Yehuda, hogy Jeruzsálem fájainak fantasztikus szaga volt, mert ezek kinamon, azt hogy mondják, cinnamon. Hogy mondják cinnamon magyarul? Hirtelen kiment a fejemből a szó. Szóval kinamon fák voltak, és ezeknek a kinamon fáknak olyan jó illata volt, hogy amikor meggyújtották őket, amikor tüzet raktak ezekből a fákból, akkor olyan jó szaga volt, hogy egész Izraelt betöltötte a jó szag. Mise harvajus a láim, nignazú lőnistájér elab kiszeajra, és onnantól fogva, hogy elpusztult Jeruzsálem, semmi nem maradt ebből, ezekből a fákból, csak épp egy kis árpaszen, mi stákach be gazai, de cím számi málkata. És elfelejtődött az egész, és egyedül ez a kis darabka kinamonfa, az igen, fahé, köszönöm szépen. Fahé fa. Ez a fahé fával egy kis darabka maradt, és az a leggazdagabb királyoknak a kincses raktárában található. Nos, eddig tartott a mai tanulás, nagyon izgalmas volt megint. Én nagyon örülök, hogy együtt tudtuk tölteni ezt az órát is. Holnap pedig ugyanebben az időben ugyanitt folytatjuk. Addig is mindenkinek kiváló, gyönyörű, sikeres napot kívánok!